Önök a Dunaföldvár Televízió december 17-i adását látják. Jó estét kívánok! Földvár Mozaik című műsorunkban a következő témákkal foglalkozunk. 52 erdélyi településre látogattak a földvári máltaiak. 2650 gyermeket ajándékoztunk meg, és az otthonokba, tehát a bentlakos otthonokba, illetve azokba a napközikbe, ahol főznek bent, oda élelmiszeradományokat is vittünk. Hát ez az egész olyan 2200 kilométert igényelt, tehát annyit kellett megtennünk, és 6 napig tartott ez a túra. Az idei esztendőben is ajándékot kaptak a szabályosan közlekedők. Ha nehogy Isten nincs bekötve a biztonsági övbe, akkor egy megkapja a Mikolás csak összetörve. Tehát ez annyit jelent, hogy nehogy Isten ha valami közlekedési balesetnek a részese vagy áldozata lenne, akkor így is járhat. Felhívással fordultunk így a közlekedőkhöz, hogy nem csak az önöst, a más közlekedő érdekében is a biztonsági öv használata. Második alkalommal tartottak adventi vásárt a Beszédes József Általános Iskola aulájában. Minden osztály készült valamilyen kis tárgyal, valamilyen dologgal. Van, aki több apró dolgot is készített, és ilyenkor kihoztuk az osztályokból a padokat, és arra rakták a portékáikat. Viszont nem csak a vásár van most itt ebben az épületben és ezen a délutánon, hanem kézműves foglalkozás is itt lent azoknak a gyerekeknek, akik már körbenéztek, vagy éppen most már szeretnének más csinálni. Kézműves foglalkozással kedveskednek a pedagógusok itt lent az aulába, valamint táncházban. Kerényi Lajos, piarista plébános szerint felvilágosító munka szükséges az erkölcsi romlás megelőzése érdekében. Mi egyesítsen, nincsen eszme. Kilopták az emberekből ezek a immanens világnézetek, ugye a marxizmus is, meg a fölvilágosodás, meg a szabadkőművesség. Kilopták az emberekből a hitet, az Istent, a Jézust, kilopták a becsületességet, állóképességet és a 10 parancsot. A megyei serdülő kézilabda bajnokság második fordulójára Dunavecsén került sor. 4 csapat jelezte nevezését erre a bajnokságra. Paks, Dunaföldvár, Simontornya és a 4. Hőgyész. Azt érdemes még erről tudni, hogy a paksi csapat és a hőgyészi csapat az teljes mértékben újra alakuló társaság, újra alakuló csapat volt. Simontornyánál évek óta szisztematikusan építő jelleggel ott egy országos erdülőbajnokságban résztvevő csapat. Erdélyben járt a Máltai Szeretett Szolgálat Dunaföldvári csoportja. Nemrégiben tért haza szokásos téli Erdély körútjáról Jákli Viktor, a Máltai Szeretett Szolgálat helyi szervezetének vezetője. Azért volt kint, hogy jó ember legyen, jó cselekedetet tegyen, és hogy miért kell jónak lenni, kezdjük is egy idézettel. Kinek az idézete és hogyan hangzik? Csaba testvértől idéznék. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. Csaba testvér milyen Csaba? Ő a Bőjte Csaba, ferences rendi szerzetes, és Erdély, Pácium, és most már Magyarország területén is otthonokat működtet. Kint Erdélyben 2650 gyermeke van. És igaz ez a mondás? Tehát a tapasztalat igazolta a tartalmát, hogy elkezdünk jót tenni, akkor mellé álltak ennek a küldetésnek? Igen, határozottan állítom, hogy igen. Itt Dunaföldváron is nagyon sok minden összejött, nagyon sok vállalkozó, képviselőtársam támogatta ezt a Mikulás túrát, mi úgy hívjuk ezt, hogy Mikulás túra, és ez egy országos gyűjtés volt, az országból nagyon sok támogató talált ránk. És ki kell emelnem az iskolát, rendkívül sok ajándékot, élelmet, édességet, játékot hoztak a gyerekek. Soha még ennyit egy évben sem. Tehát Bölcske, Madocsa és Dunaföldvár általános iskolában és gimnáziumban is nagyon sok minden összejött.
Egy adománygyűjtéskor kulcskérdés, hogy az adományt felkínál, az adományt adó, az tudja, hogy mire szánja, hiszen a Máltai Szeretett Szolgálat csak itt Dunaföldváron is többféle célra gyűjt. Tudják-e a földváriak, amikor a máltásoknak adnak, hogy kinek fog az célba érkezni? Igen, próbáljuk ezt nyilvánossá tenni, a célokat is. Aki Dunaföldváron ad megjelölés nélkül, az a dunaföldvári és környéke szegényeinek megy. Ez biztos. Itt, ha valaki Dévára vagy a dévai gyerekeknek próbálja eljutatni az adományát, akkor szintén a tudomásunkra hozza, illetve pénzbeli adományoknál a dévai gyerekek címkét rá kell tenni az utalásra, és akkor ez egy külön fiókba kerül, csak erre használjuk. Tehát aki csak simán az földvárra, aki máshová, azt meg kell címkéznie, hogy hova kerül. Igen, és meg kell említenem, még van ennek a Mikulás túrának folytatása. A gyermekek rajzpályázaton vesznek részt, ahol megrajzolják az életüket, és tavasszal újra jön a Mikulás, amikor a rajzpályázatot elbírálják az ESZI tanulói, tehát a Paksi iskola tanulói, ahol szintén volt gyűjtés, ezt még nem is mondtam az előbb, és különféle adományokat, támogatásokat adnak át tavasszal, kirándulásokat finanszíroznak meg, vagy számítógépet adományoznak, éppen mire van pénz, vagy milyen felajánlások érkeznek. Van tehát tavaszi Mikulás is, nem csak a van tavaszi Mikulás is, igen. De most térjünk vissza a télre, tehát Erdélyi körút volt. Hogyan zajlik egy ilyen körút? Hát ebben az évben két Mikulás volt, volt az A Mikulás és a B Mikulás. Az imént számoltam össze, 52 településen voltunk kint Erdélyben, és 4 településen Magyarországon. 2650 gyermeket ajándékoztunk meg, és az otthonokba, tehát a bentlakós otthonokba, illetve azokba a napközikbe, ahol főznek bent, oda élelmiszeradományokat is vittünk. Hát ez az egész olyan 2200 kilométert igényelt, tehát annyit kellett megtennünk, és 6 napig tartott ez a túra. Akkor ne személyautókat képzeljünk el. Hát ne, furgonokkal közlekedtünk, 7 vagy 8 autó volt, sokan bekapcsolódtak a felénél, kinek hogy volt ideje, mindenki vállalkozó vagy valahol dolgozik, tehát összeegyeztetve az otthoni életében, önkéntesként vette benne a munkában részt. Ha nézzük a szervezetet, ugye előkerült Bőte Csaba neve. Bőte Csaba ilyenkor hol van, hol állomásozik? A mai nap tudomásom szerint Budapesten prédikál, de hát ő nagyon sokat utazik, mert az intézményeit nem támogatja a román állam, hanem adományokból tartja fent. Tehát ő kóduló barátként titulálja önmagát, és járja adománygyűjtés miatt az országot, illetve nagyon sok nyugati országba megy, ahol magyar diaszpórák élnek, és ott is gyűjt. Tehát ilyenkor nem kíséri ezt a csapatot? Nem volt a csapattal? Nem, de akik Dévára eljutottak, én előbb hazajöttem, ők találkoztak csapatestvérrel, az állampolgári esküje után hazaérkezett Dévára, és ott tudtak beszélgetni egy 10-20 percet. Tehát a valódi otthon akkor Déván van? Igen, az állomás helye Déván van, de tudomásom szerint szép lassan helyezi át a ténykedésének a súlypontját Csíkba, Székelyföld központjába. Ott épülnek a legnagyobb házak, illetve hát ott van egy szinte 100%-os tömb magyarság. Azoknak a elszegényedett székelyi gyerekeit próbálja tanítatni, felhozni arra a szintre, hogy tovább tanulva vagy szakmát, vagy felsőbb végzettséget szerezzenek, és ha tudnak, visszamennek a saját környezetükbe, és próbálják azt építeni.
És még egy másik nevet említsünk meg ezen úttal kapcsolatban, aki érdekes módon egyáltalán nem egyházi, hanem teljesen civil területről érkezik. Igen. Földvári kötődés. Igen, a Jendlovics Gábor barátom, ő ennek az egésznek a szervezője. Ő az A. Mikulás, ugye? És az egész országos gyűjtést ő szervezi, és hozza össze az egész csapatot. Hát idén 22-en vettünk részt ebben a Mikulás túrában. Dunaföldváriak is jócskán voltak. Vannak évek, amikor többen vagyunk dunaföldváriak. Most idén csak négyen voltunk, öten voltunk. Sikeresnek értékelhető ez a körút? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sikeres. Nem csak azért, mert az adomány eljut a szándéknak megfelelő helyre, hanem lélekevelő. Azokkal az emberekkel találkozni, beszélgetni, akik ezt a munkát elvégzik, Csaba testvér szándékainak megfelelően, hát ez egy lélekemelő, ez egy lelki gyakorlat nekem. Tehát ha elkezdünk segíteni, hogy is mondta Bőte Csaba? Hát jönnek mások. Tehát aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdje el jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak melléje. A polgárőrség és a rendőrség közös szervezésében Mikulással jutalmazták a szabálykövető autósokat. Évek óta szokás már, hogy a polgárőrség a rendőrséggel karöltve december tájékán, még szűkebben Mikulás tájékán jutalmazza a szabályosan közlekedőket. Miről van pontosan szó? Igen, hát azt gondolom, hogy egy kicsit figyelemfelhívás arra, hogy aki biztonságjövőt rendesen használja, betartja a kötelező sebességet lakóterületen, és figyelembe veszi azt, hogy most a szeretet ünnepe következik, tehát a karácsony, és szeressük a gyalogosokat, tehát itt konkrétan a gépjárművek közlekedőkre céloztuk ki ezt az eseményt. Ha ennek a három feltételnek megfelel, akkor egy Mikulást kap. Ha nehogy Isten nincs bekötve a biztonsági övbe, akkor megkapja a Mikulást, csak összetörve. Tehát ez annyit jelent, hogy nehogy Isten, ha valami közlekedési balesetnek a részese vagy áldozata lenne, akkor így is járhat. Felhívással fordultunk így a közlekedőkhöz, hogy nem csak az önöst, a más közlekedő érdekében is a biztonsági öv használata. Így nagyon nagy segítség, illetve partnerei vagyunk a rendőrségnek, akik ellenőrzés során jó értelemben eltekintenek a büntetéstől, de felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy nem csak a törvényt, önös érdekét tartsa be. Ez azt jelenti, akkor már pusztán azzal megúszta, hogy törött Mikulást kapott, tehát büntetést semmiképpen se kapott. Tulajdonképpen így igaz, de ebbe bele kell venni az, hogy ki van írva, hogy szolgálunk és védünk. És nem büntetésről szól az élet, hanem közlekedés barát rendőrségről, aki felhívja a figyelmet elsősorban figyelmeztetéssel, és a sokadik alkalommal már büntetéssel. Szerintem ez humánus dolog, és azt gondolom, hogy sok ilyen rendőrség kellene, mint Dunaföldváron, a humánus oldaláról kell. És amikor szépen mondják, hogy figyelj, vagy figyeljen tisztelt uram, vagy hölgyem, legyen kedves, tartsa be szabályokat, mert nekünk ezt számon kell kérni, és most figyelmeztetem, és nem büntet elsőre. Akkor rendőr is egy szimpatikus ember lesz, és azért mindenki magába gondol, és igen, legközelebb már bekötöm. Mi volt a tapasztalat százalékos megoszlásban? Hányszor kellett törött, hányszor épp Mikulást átadni? 99%-ban épp Mikulást adtunk. Mosolyogva fogadták ezt az akciónkat, és főleg az mosolygott a legjobban és jogszerűen, akinek minden rendben volt. És jól esett ez a kis gondolkodás. Egy másik hagyományos projekt szokott lenni a kerékpárosok világítása, nem világítása, és itt is egyfajta ösztönző jutalmazás, illetve segítség. Igen, a Dunaföldvári Polgárőrség bevezette már 4-5 éven keresztül azt, hogy a kerékpárral közlekedők, főleg így mondjuk itt elhúzódott, még azt mondom, hogy inkább ősz van, mint tél, a ködös kora reggeli vagy a késő délutáni órákban a kerékpárral közlekedőknek, hát még hiányos a világításuk. És mi ezt hosszú évek óta csináljuk, hogy szintén a rendőrséggel, sőt velük karöltve, hogy akinek nincs kellő világítása, vagy egyáltalán nincs világítása, a polgárőrség megelőlegezi a bizalmat, megvásároljuk mi, és ha a kerékpáros engedi, hogy felszerelje a polgárőr, akkor eltekint a rendőr a büntetéstől. Ez is egy humánus dolog szerintem, mert nem úgy van a rendőr, hogy élből büntet, hanem hagyja,
hogy a közlekedésben résztvevő kerékpáros az ne legyen se baleset áldozata, se ne okozza nagyobb tragédiát. Elhangzott ez a szó, hogy ha engedi, van olyan, hogy nem engedi? Hát igen, hát abban belegondolok, hát önös érdeke, hogy engedje, sőt megköszönik, és néha már előre bejelentkeznek, hogy mikor lesz ilyen akció, mert akkor én is arra megyek a biciklivel, és akkor nem kell nekem erre költeni. Tehát a polgárőrség egy fehér pulzáló lámpa helyezel a kerékpár elejére, és egy pulzáló pirosat a hátulra. Tehát ilyen ködös időben, illetve télvíz idején ez nagyon mindenki érdeke, a gépjárművezető is, és a kerékpáros is. Mi a tapasztalat, mennyire hiányosak a kerékpárosok? Hát valamelyik nap, én Böske utcán lakom, valamelyik nap jöttem befele, hát igencsak van még kerékpárt, amit föl kellene szerelni. A harmadik téma, amit érintünk, az a határban lévő biztonság. Itt mezőőrséggel karöltve tél van, falopások, mi a helyzet a határban? A járási rendőrkapitányság vezetője dr. Kuti István felhívására itt a paksi kapitánysághoz tartozó területen már volt hasonló esemény, Nagy Dorog településen a polgárőrség terepjárőit összevonva a rendőrség a külterületeket ellenőrizte. Mezőgazdaságból élők, vagy illetve mezőgazdaság kárára elkövetett lopások megelőzésére. Dunaföldváron is volt ilyen, és lesz most ilyen. A rendőrséggel karöltve most csináltunk egy külterületi bejárás, tehát beült a polgárőrautóba, vagy a rendőrautóba egy polgárőr, egy mezőr, és a rendőr és a külterületeket ellenőriztük. Én azt gondolom, hogy most fokozatosan oda kell figyelni a hétvégi házak, illetve az erdőknek az épségére. Egész eddig megúsztuk, mert a Jézuska szerencsésen viselkedett velünk, nem volt nagy hideg. De előbb-utóbb eljön az, hogy megjön az igazi tél, és akkor favágások, illetve hétvégi házak feltörése hajléktalanok részéről sajnálatos módon be fog következni. Ezt próbáljuk megállítani, hogy minél kisebb százalékban legyen ez. Jól értelmezem, hogy eddig azért viszonylagos rend van a határban. Igen, igen, köszönhető ez a mezőrségnek a hatékony munkájának, tehát én azt gondolom, hogy amíg olyan külterülő utak vannak, ahol a mezőrök Simpsonnal, tehát motorral meg tudják járni az illetékes területeket, addig ez így működik. Abban a szent percben, amikor az útviszonyok megromlanak, vagy az időjárás megromlik, akkor a polgárőrségnek kell, hogy segítse a mezőrök munkáját. A diákoknak és a szülőknek rendeztek adventi vásárt a Beszédes József Általános Iskola aulájában. Már második alkalommal rendezi meg a Beszédes József Általános Iskola a lucanapi adventi vásárt, a tavalyi sikereken felbuzdulva idén folytatása lett. Marika, miről szól ez a nap? Hát ennek a napnak nagyon sok mondani valója van, hiszen nem csak az ajándék árulása, hanem az ajándék készítése is nagyon fontos, hiszen itt a gyerekek együtt dolgoztak szülőkkel, pedagógusokkal, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb hozadéka ennek a lucanapi vásárnak nem az anyagi része, hanem az az együtt töltött idő, amit a gyerekek a szülőkkel, a pedagógusokkal is együtt eltöltöttek, míg ezeket az ajándékokat készítették. Valóban hagyománya van most már ennek a vásárnak, hiszen tavaly volt az első ilyen lucanapi vásárunk, adventi vásárunk. Nagyon sok szép dolgot készítettek már akkor is a szülők, és nagyon sok vendégünk volt akkor is. Ezen fölbuzdulva az idén is szerettük volna ezt megrendezni. Azt hiszem, hogy magáért beszélt. Tehát itt a képeken láthatták a kedves nézők is, hogy nagyon sokan eljöttek, nagyon sok szülő, és nagyon sok gyerek jött. És azt hiszem, hogy a pedagógusok és a szülőknek a kreativitását sem kell bemutatni, hiszen olyan egyszerű hétköznapi dolgokból, mint akár egy szőlő, gyökér, hogy mi mindent lehet ezekből kihozni. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ügyesek és nagyon kreatívak a szülők is, a pedagógusok is és a gyerekek is. Itt mögöttünk nagyon nyüzsgés forgás. Úgy tűnik, hogy a standonként az osztályok készítettek egy-egy ilyen ajándék padot, és úgy árusítják a portékáikat. Így van, ez valóban így történt. Minden osztály készült valamilyen kis tárgyal, valamilyen dologgal. Van, aki több apró dolgot is készített, és ilyenkor kihoztuk az osztályokból a padokat, és arra rakták a portékáikat. Viszont nem csak a vásár van most itt ebben az épületben és ezen a délutánon, hanem kézműves foglalkozás is itt lent azoknak a gyerekeknek, akik már körbenéztek, vagy éppen most már szeretnének más csinálni. Kézműves foglalkozással kedveskednek a pedagógusok itt lent az aulába, valamint táncházban. Táncházat pedig a művelődési ház segítségével tudtuk megszervezni, és úgy gondolom, hogy nagyon jól tudnak szórakozni azok a gyerekek, azok a felnőttek, akik ide látogattak, nagymamák különösen.
Említetted, nem is annyira befolyó pénzösszeg a lényeg, ez a pár ezer forint jelkép. Ez az osztály pénztárba kerül? A ráfordított anyag is az osztálypénztárból ment, tehát minden osztály a maga kis papírgyűjtős pénzéből, vagy kis összegyűjtögetett pénzéből szerezte be az alapanyagokat, és nyilván abból készített most valamilyen ajándéktárgyat. És sokszor csak az az ár jön vissza, amit ráfordítanak a gyerekek, de nem ez az igazi hozadéka. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sikeres lesz, bár nagyon nagy örömmel árulják a gyerekek, úgy gondolom, nagyon lelkesek a gyerekek. Úgy gondolom, hogy azért anyagi haszna is lesz ennek a mai délutának. Így a téli szünet előtti tanítási napokat az ünnep hangulata telíti meg, az óriási fenyőfa, a dekoráció mind-mind a karácsonyt idézi. Így azért kicsit nehéz az iskola funkcióját teljesíteni, a napi órák tanítását, hiszen a hangulat egyre emelkedettebb a szünet közelettével. Ez így természetes, és ennek örülünk, hiszen minden napunkat áthatja most már a karácsony közelette, tehát mindig valamivel kedveskedünk, vagy valami kis pluszot szeretnénk adni a gyerekeknek. Ezt a karácsonyfát is ők díszítették föl. Igaz, ma délelőtt történt a földíszítése, ő általuk készített díszekkel, tehát ők csinálták magukat a díszeket is, ami erre a karácsonyfára került. Szintén hagyomány már az iskola utóbbi éveiben, hogy a szülők részére Mikulás vagy karácsonyi ünnepi bált rendez az iskola, aminek a bevételeit jótékonysági célokra fordítjátok. Ide is megtörtént ez, halljunk néhány szót a rendezvényről, erről a bizonyos bálról. Így van, nem csak a gyerekekkel várjuk a karácsonyt, hanem a szülőkkel is várjuk a karácsonyt, és valóban rendhagyó, most már 11. alkalommal rendeztük meg a szülők, pedagógusok jótékonysági Mikulás bálját. Azért mondom, hogy jótékonysági bál, hiszen a befolyt összeg, ami ezen a bálon bevételként jelentkezik, az iskolánk alapítványát, az együtt a korszerű oktatásért alapítvány támogatja és segíti. Ez az alapítvány segít nekünk a versenyek, a jutalmak, a díjazások, akár a nevezési díjaknak a fizetésére, vagy egy részének a fizetésére, a jutalomkönyvek megvásárlására. Szükségünk van erre az alapítványra, és most ezúttal is szeretném megköszönni azoknak a támogatóknak, akik akár a bálon, akár támogatói jegyvásárlásával, de segítették ennek a bálnak a bevételét. Mekkora összeg gyűlt össze? 310.000 forint, úgy mondom, hogy az a haszon, de hogyha mikor kifizettünk mindent, ami bekerült a bál, 310.000 forint lesz a bevételünk. Hát ez összeg azért valóban alkalmas arra, hogy a gyerekek jutalmazását szolgálja. Jövőre lesz folytatása akár a mai adventi vásárnak, illetve a szülői bálnak? Én nagyon szeretném, hogyha így lenne. Azt hiszem, hogyha körülnézünk, akkor a gyerekek mosolya, és az, hogy ennyire lelkesek, az indokolja, hogy jövőre is elkészítsük ezt az adventi vásárt, és akár a bált is. A helyi katolikus egyházközség meghívására Dunaföldvárra látogatott Kerényi Lajos piarista plébános. Kerényi Lajossal, piarista plébánossal beszélgetek itt Dunaföldváron. Hogyan kerül Dunaföldvárra, mi köze ehhez a településhez? Meghívtak, és azért jöttem el. Általában ugye kevés a pap, és akik hát mégis húzzuk az igákat, akkor minket nagyon sok helyre meghívnak, és aki bírja, ugye, az megy, és ugye muszáj fölemelni az emberiséget, mert oly mélyre süllyedtünk. Ugye Adi nagyszerűen énekelte meg ezt egy karácsonyi versébe, azt mondja, ember ellen csatázik. Tehát veszekedés mindenhol, férjek, feleségek, amikor udvarra, akkor főlem vinni mindenhova, az utána még már ugye veszekednek, és mindent mondanak egymásra, akkor mondja tovább Adi, mi egyesítsen, nincsen eszme. Kilopták az emberekből ezek a immanens világnézetek, ugye a marxizmus is, meg a fölvilágosodás, meg a szabadkeművesség, kilopták az emberekből a hitet, az Istent, a Jézust, kilopták a becsületességet, állóképességet és a 10 parancsot. Úgyhogy most már 60 éve
és genetikusan is ez már olyan károkat okoz az emberkékbe, hogy bizony tönkre mennek, és boldogtalanok, értelmetlenné válik az életük, mert nem tudnak választ adni, pozitív és reményteljes választ adni ezekre a nagy kérdésekre, hogy honnan jöttem, hová megyek, miért a bűn, miért a szenvedés, miért a halál, lesz-e örök élet, egyáltalán van-e Isten, van-e kiút ezekből? És van kiút, de ezt kitépték az emberek lelkéből, szívéből, megfélemlítéssel, meg ígérgetéssel, meg mindenféle nagyképűséggel, gyűlölve Istent és mindent. És most ezt kell visszavarázsolnunk az emberek lelki világába, és ezért örömmel megy az ember, mert nekünk nagyon sok tartalmunk van a repertoárban. Minden, ugye Jézus, ami mindenünk, akit azért szeretek nagyon, és az ő világszemléletéhez ragaszkodom, mert ő az egyetlen, akiről már akkor is beszéltek, mikor még meg se született. Tehát ugye olvastuk héberül arámul, hát mi nagyon sokat tanultunk, meg én majdnem orvos lettem, tehát még olyan ismeretek is vannak, és akkor, hogy ez a Jézus hiteles. Tehát a hitelesség azt jelenti, hogy én valakiben megbízom, és akkor kérdezek tőle valamit, mondjuk anyukája nevét, és akkor megmondja, hogy Erzsébet. Köszönöm. De én nem fogom azt mondani neki, hogy hozza el az anyakönyvi kivonatát, mert akkor megsérteném. Nem kell nekem az. Ő mondta. Na most itt a létkérdéseiben, hogy Jézuson beteljesedtek a jövendőlések, amiről az előbb beszéltem. Mondta is, ha nem hiszitek, amiket mondok, hogy atyám házában sok lakóhely van, ott helyet készítek nektek, tehát lesz örök élet. Hogy atyám és én egy vagyunk, hogy Isten jár köztünk, hogy a gondviselés mindig mellettünk áll, még akkor is, ha nem látjuk rögtön, és akkor ezeket is elhiszem, és nem akarok se csodát látni, semmit, mert Jézust megszerettem. Ugye még ott van az a 2000 év óta, micsoda erőtere van, ezt mindenkinek meg kell látni. A 14 római császár tönkre akarták tenni Jézust, hol vannak, Néróról is kutyát neveznek el, ugye, semmi. Akkor jött Napóleon, aki megcibálta akkori pápa szakállát, hogy most már én leszek, már végetek, az hol van, szerencsétlen ottan, johannitáknál le kell nézni, semmi. Vagy a Hitler, a Sztálin, a Rákosi, meg a többi ilyen matador semmivé lettek, ugye pedig mind az Istent akarták kitépni, és semmivé, ezek sátáni művek. Jézusnak még milyen erőtere van, mert van mondani valója, választad, van tekintélye, úgyhogy ez a fontos most számunkra, hogy mi visszavarázsoljuk ezt, mert boldogtalan az emberiség, pedig igazán boldogságra születtünk, ugye, és ennek a titka az, hogy az ember minél több eszmével megismerkedjék, tudásban gyarapodjon, akkor ugye a hit ismeretekbe, amelyek választ adnak a létünkre, mert ugye a Krisztus az egész világ mindenséget megválaszolja, az egész emberiséget és engem is megválaszol legnehezebb időben. És akkor mindig tudom azt, hogy nagypéntekre húsvét, és ugye a halál az csak a testnek az ügye, de az se pusztul, vagy egy porcikája se vészel, csak beépül a kozmoszba, és akkor a személy pedig ugye, az energia megmaradás elve, a személy pedig él tovább, ugye egy másik létrendbe térés időn túliba, és ott annyit, olyan boldog lesz, amilyen módon tudja értelmezni, és tudja érzékelni, észrevenni a szeretetet, a szépet, a jót. És ugye, aki mint kiölte magából, és olyan sorsra jutott, most ne csak aki a maga hibájából persze, olyan sorsra jutott, mint a szegény hajléktalanok, ugye akikről volt egy plakáton, kevés a jó plakát, de ez nagyon tetszett, hogy ott ülnek valami fatömkön, azt mondtam, valamit majszolnak, és akkor az van aláírva, hogy valamikor nekik is volt nevük.
Tehát nem szabad elnéptelenedni, hanem minél több értéket hordozunk, annál inkább észrevesznek, és ugye akkor ragyog való, mi kisugárzásunk van. És azért van szükség egyre inkább kisugárzó emberekre, akik értékeket sugároznak. Tehát ugye ez a mostani küldetésünk is, azért megyek szívesen, ahová hívnak, azért tanítok a gimnáziumokban, én piarista most is, és azért ugye a sok előadásban igyekszünk, és igyekszem érdekesen, emeri módon, mosolyogva, kedvesen az embereket újra a méltóságukba visszaemelni, hogy önmaguk tudjanak lenni, és tudjanak egy kicsit fölnézni magukra, és megoldás legyen az életük. Hetente megyek, diákjaimat is viszem, egyszer egy héten zárt elmeosztály, most ott voltunk, szóval megértik ők is, ugye, hogy gimnazista diákok, hogy az ember milyen gyarló, és hogy őket is lehet fölemelni. És az ember valahogy a természet fölött itt megjeleníti, akár mert pap, akár mert nagyszerű keresztény, mert sok jót tesz, mert szeret, kisugároz valami, és akkor valami nagyon nagyot hozzátesz az emberiségnek az archetípusához, vagy a DNS-éhez, az ős magatartás formájához. És ugye úgy van, azt tetszik tudni, hogy a bármit teszek, jót vagy rosszat, az bekerül egy hatalmas nagy erőtérbe, és az meg is marad abban, és hozzátesz valamit az emberiség nagy értékrendjéhez, vagy elvesz belőle. Javában zajlik a Tolna megyei kézilabdások serdülőbajnoksága. Tolna megyei kézilabda szövetség új kezdeményezése volt a következő akció, aminek során a serdülő korosztály körmérkőzés sorozatban betérkedik egymással. Ennek a második állomása Dunaecsén volt, éppen a dunaföldvári kézilabdások szervezésében. Miklós, hogy szerepeltek a földvári fiatalok eddig, illetve hogy zajlott ez a dunaecsei program? Hát én egy kicsit visszakanyarodnék ebbe a Tolna megyei serdülőbajnokság kérdésébe. Új tisztújtó közgyűlést hajtottak végre lent tavaly novemberben Szekszárdon, és teljesen kicserélődött az ottani elnökségi tagok új elnökkel, és az ő kezdeményezésére írták ki ezt a Tolna megyei serdülőbajnokságot. Négy csapat jelezte nevezését erre a bajnokságra. Paks, Dunaföldvár, Simontornya és a negyedik Hőgyész. Azt érdemes még erről tudni, hogy a paksi csapat és a hőgyészi csapat az teljes mértékben újra alakuló társaság, újra alakuló csapat volt. Simontornyánál évek óta szisztematikusan építő jelleggel ott egy országos erdülőbajnokságban résztvevő csapat játszik, ami tavaly megnyert a Tolna megyei férfi felnőtt bajnokságot, idén már MB2-ben játszanak, és ebből a négy csapatból alakult ki ez a körmérkőzéssel négy helyszínen lebonyolított, 225 perce futóidővel történő serdülőbajnokság. Tudjuk azt, hogy Dunaföldvárnak felnőtt kézilabda csapata van, a serdülő korosztály, a fiatalokat honnan toboroztátok? Ismét visszakanyarodnék, tavaly novemberben Dunaföldvári Városi Kézilabda Klub is tisztóító közgyűlésen esett át, új elnökségünk lett új régi új elnökkel, és mi is célul tűztük ki azt, hogy teljes mértékben utánpótlás nevelésre, utánpótlás bázis kiépítésére helyeznénk a hangsúlyt. Ennek köszönhetően évek óta, ugyebár mi a felnőtt bajnokságban, Bács megyében már egy 12-14 csapatos bajnokságban rendszeresen játszottuk ezeket a fiúkat. Ezeket kiegészítve tavaly a kerekes tanárulat és a rostási tanárulat megkeresve a helyi iskolákba, jó magam és a Tamás Orova Tamás segítségével kicsit belefolytunk az ottani fiúknak a munkájába, versenyeztetési lehetőséget adtunk nekik már tavasszal. Ezekhez a csapatokhoz többször elmentünk, elutaztunk edzőmérkőzést lejátszani, és így folyamatosan azért jöttek a gyerekek. A fiatalok hogy teljesítettek? Mik voltak az eredmények a két forduló után? Úgy, ahogy már az előbb említettem, mivel a csapat gerince az már a
megye bajnokságban, vagy anno még az MB2-es bajnokságban, amikor ifjúsági csapatot kellett versenyeztetnünk, ők már rendelkezésre álltak. Most a 97-98-as korosztálytól írták ki ezt a serdülőbajnokságot, mi versenyen kívül indultunk, egyrészt mert a korcsoportban akkor 4-5 meghatározó játékosunk nem fért volna bele a csapatba. Ennek következtében a paksi csapat, ők 2000-esek, nagyon fiatal korosztály, a hölgyész úgy szintén 2000-es korosztály, ők is nagyon kis gyerekek, és a Simon tornyánál pont elkaptuk a másik korosztályt, ami körülbelül azonos képességű csapat, azonos képességű játékos állománnyal rendelkezik, mint Dunaföldvár, és hát sajnos egy vereségpont vasárnap bele is csúszott a dunavecsei fordulónapon. A folytatásban mire lehet számítani? Az elnök urat kérdeztem lenne a szekszárdi Tolna megyei kézilabda szövetség elnökét, ő már nem jelezte azt, hogy az idén itt a karácsony ünnepekre tekintettel lenne még forduló. Szerintem az beszélgetésben én azt szűrtem le, hogy januárban szerintem a fennmaradó helyszínen, vagy Simon tornyán, vagy Tamásiba egy ottani forduló fog megtörténni, és szerintem egy 8 fordulóval, oda-visszavágóval még ez tavasz végéig, nyár elejéig el fog ezt húzódni. Ennek az egész sorozatnak a alapvető célja a Tolna megyei kézilabda sport fellendítése, újraélesztése elképesen, hiszen tudjuk, hogy most Tolna megyében nincs is megyei bajnokság. Elképzelhető, hogy az elkövetkezendő 1 vagy 2 éven megyei szinten is elindul egy bajnokság? Pontosítanék, Tolna megyében 2 éve folyamatosan felnőtt bajnokság van, férfi vonalon. Igaz, hogy a tavalyi tisztújítás után a Tolna megyei szövetségnek a férfi vonalon történő versenykírása igen gyermetek cipőbe jár. Minden más csapat, lásd Dunaföldvárt, mi Bács megyébe évek óta elkötelezzük magunkat, lásd Hőgyészt, ők MB2-ből versenyen kívül visszajátszottak tavaly, Simontornya a Fehér megyei kézilabda szövetség által kiírt bajnokságot részesítette előnybe, és így fél időben januárban kuparendszerrel 2 hetente kiírtak nekünk egy bajnokságot, ami valamilyen szinten jó, de olyan elkötelezettségek mellett, hogy mi mellette más bajnokságot részesítünk előnybe, ahol 12-14 csapattal folyamatosan játéklehetőséget tudunk adni a gyerekeknek, ez így időben nem fér bele nekünk. A Tolna megye ismét kiírta ezt a bajnokságot 2013-14-re, ami, ha jól tudom, jövő hét szombaton pont Simon tornyán fog elkezdődni. Az minden esetre nagyon fontos, illetve jó tendencia, hogy Dunaföldvár fiatalokkal is foglalkozik, a fiatal kézilabdásokkal. Amint az előbb említettem, teljes mértékben mi rá kényszerültünk, vagy hála Isten kiöregedtek azok az idősebbek játékosok, akiket pótolnunk kellett, és erre nagyon jól jött ez a Tolna megyei serdülőbajnokság.